Üdvözlöm a kedves nézőket! Sziasztok! A mai napon, ahogy tavaly elváltunk, megígértem, hogy megmutatom a négy kedvenc edzőpajtimat, de ahogy láthatjátok, nem egyedül állok. Nagy Lukács személyében bővült az Aklajda team. Ami a legjobb dolog az egészben, hogy Lukáccsal is pontosan ugyanazt a koncepciót képviseljük. Annó, mikor ide költöztem Kecskemétre, a kézilabda által ismertük meg egymást. Hát, hogyha visszanézek a múltban, nem gondoltam volna, hogy itt állunk egymás mellett, de mind a ketten a sportot képviseljük, és szeretnénk, hogy csatlakozzatok hozzánk, illetve az edzés módszereinkhez. Átadom a szót, Lukács, kérek, mesélj magadról a nézőknek. Sziasztok, Nagy Lukács vagyok, kecskeméti születésű lakos. Az egyetemi éveimet Szegeden töltöttem, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képző karám, ahol edző végzettségemmel most már Józsivar karöltve szeretnénk a hozzánk ellátogató vendégek minden igényét kiszolgálni. Úgy búcsúztunk el a tavalyi évben, hogy a négy kedvenc edzőpajtink, vagy edzőpajtink, mert mind a ketten elég sok izzadságcseppet hagytunk itt, vagy hagytunk rajta az utóbbi 10 évben. Bemutatom nektek Csillagfényt, Vénusz, Pusztítót és Apollót. Ezen fogunk dolgozni a mai nap, semmi más nem fog kelleni. Bemutatom nektek a kedvenc gyakorlataimat, és Nagy Lukács fogja végrehajtani ezt. Akkor kezdjük is az edzést. Nyilván az a legjobb a gyakorlat, hogyha minél magasabbra emeljük a térdeinket, de nem az a cél, hogy megszakadjunk az első feladatnál. A fokozatosság elve nagyon fontos. Az a lényeg, hogy végig dolgozzuk ezt a 20-20 másodpercet. Jó, szóval arra próbáljuk törekedni, ezzel a gyakorlattal is tudjuk növelni az állóképességünket. És váltás. Nyilván a legjobb, hogyha sok folyadékot fogyasztunk, sokat, azt idézőjelben mondom, két gyakorlat között egy-egy kortyot, ez inkább szénsavmentes ásványvíz legyen, vagy esetleg valami izotóniás ital. Oké, második feladatunk. 20 másodpercet fogunk sétálni. Sima laza fellépés, teljesen saját tempóba. Miután mondom, hogy mehet, egy szubmaximális tempót kérek, ami nagyjából ugye 80-85%, próbáljuk kihozni magunkból a maximumot. Az intervallumos edzést azt úgy építjük fel, hogy kezdünk egy teljesen laza saját tempóba, és miután behatároljuk azt az időkorlátot, amit megbeszéltünk, hogy 20 másodperc, utána váltunk egy teljesen másik tempót. Erre fog törekedni a Lukács, és mehet! Én sem azt várom el a vendégeimtől, hogy mondjuk ezt az első alkalommal megszakadjunk, építsük föl. És most arra kell, Lukács, egy pici gyorsabb sétát, jó? Ez is bőven jó haladásképpen. Vagy hogyha esetleg még nem szereztünk be zsámolt, én szoktam tanácsolni a vendégeimnek, hogy például az emberek többsége panelházban lakik, sétáljon föl a tizedikre egy nap 4-szer. Jó, és mondjuk az első 4 emeletet, azt 30-40%-os tempóba, 2 emeletet kicsit lazábban, és utána megint mondjuk a 7-től a 10. emeletig próbálj kihozni magából a maximumot. Ezt is egy nap mondjuk 4-szer megismételjük, bőven el fogjuk tudni érni a kellő hatásfokot. Általában 10 percet szoktam így foglalkozni a vendégeimmel. Az 5. percnél szoktunk egy 1,5-2 perces pihenőt tartani, ott nyújtunk egy kicsit, megváltjuk a világot elméletben, és utána ezt még egyszer megismételjük. Nyilván én sem várom el azt senkitől, hogy az első alkalommal mondjuk a hegymászás is ilyen tempóban megy. Mint már mondtam, a fokozatosság elve nagyon fontos. Nyilván ezt érezzük, hogy hol tart az állóképességünk. Kérlek, most csak csináld úgy, hogy simán fölemeled a térdedet. Szuper! Szóval bőven jó, hogyha az elején mindössze ennyi erőkifejtést teszünk, ezzel is a kellő hatásfokot el fogjuk érni. Lukács bemutatja nekünk az ugráló kötelezésnek a fokozatait, nyilván az alapokról kezdjük itt is. Mondjuk azt tanácsolom, hogy aki mondjuk egy 20-30 kilós súlyfölösleggel küzd, még ezt hagyja. Fogunk mutatni sok dolgot, amivel el lehet indulni, vagy meg tudtok keresni akár az interneten engem, vagy Luki barátomat is, segítünk abban, hogy mi lenne a testednek a legmegfelelőbb módszer. Nyilván az is fontos, hogy megfelelő öltözetben végezzük el a gyakorlatot.
Fontos egy olyan zokni, hogy például ne bokazokniba legyünk, ami tartja a bokánkat, stabilizálja a lábunkat, illetve egy megfelelő sportcipő. Nyilván látjátok, hogy a Luki sem tangában van, megfelelő nadrágban és pólóban. Zsámolyozással folytatjuk. Ugye emlékeztek, hogy bemutattam a legjobb pajtjaimat az epizód elején, és kiemeltem Pusztítót, ő a legnagyobb kedvencem, Lukács vele fog dolgozni. Jó? Arra kérlek, fél percet fogunk fellépés, utána fél perc oldallépés. Én az intervallumos edzéseknél is nagyon hiszek a lépcsőzésbe. Nem biztos, hogy ez a világon a legjobb, de hatékony. Jelen pillanatban is 110 kiló vagyok, hála Jóistennek, egy csepp zsír sincs rajtam. Futások mellett én heti háromszor szoktam ezen dolgozni. Hogyha mondhatom, talán ez a titkom. Ennek is ugye bizonyos fokozatai vannak. Hogyha esetleg fáj a térdünk, és éppen csak fellépni tudunk, semmi baj. Ezt lehet úgy is növelni a hatását, hogy esetleg veszünk 2-1 kilós lábsúlyt, akár fogunk egy medicinlabdát a kezünkbe, vagy miközben éppen csináljuk a babgulyást otthon, a fazekat megfogjuk, de előtte várjuk meg, hogy hűljön ki, mert azért nehogy azt mondjátok, hogy miattam, vagyis én okoztam balesetet a konyhában. Jó, szóval ennek bizonyos fokozatai vannak. Oldallépés, azaz. Ezt is nagyjából úgy szoktam felépíteni, hogy 2x5 percben, utána pihenünk egyet, de nyilván, ahogy említettem, ez nem kötelező. Az is jó az elején, hogyha 20-20 másodperc. És akkor Luki, mutasd meg a néző kedvéért, légy szíves, hogy te is, mint élsportoló dolgoztál, egy nagyon gyors oldallépést. Azaz, nagyon jó. Tempó. Szuper. És akkor most egy felfutás, jó, egy 10 másodpercet. Azaz. Egy jó tanács. Higgyétek el, én már nagyon sokszor fejre estem vele. Arra törekedjünk, hogy a közepére lépjünk. Ne a szélére, mert egy rossz mozdulat, és az biztos, hogy hallani fogja a szomszéd. Következő feladatunk. Luki, lábad közé veszed a zsámolyt, arra kérnek a lehető legegyenesebb háttal egy guggolást végrehajtasz, fenékkel megérintjük, és abból felszökkenünk a zsámolyra. És miután felugrottunk, egyik-másik lábbal a zsámoly mellé lépünk. Szuper! Ezt már inkább egy haladó gyakorlatnak mondanám. Már láthattatok 4-5 feladatot a mai nap is, még fogtok is látni. Arra kérlek titeket, hogy ebből mazsolázzatok, hogy nektek mi a legtesthez állóbb. Következő feladatunk, páros lábbal átugrod a zsámolyt. Csinálunk egy burpee-t, ezt megismétled kétszer, és utána ennek megmutatjuk a kicsit lassított verzióját a nézőknek. Ez is egy haladó gyakorlat, az is Luki be fogja nekünk mutatni, hogy ezt hogy lehet egy kicsit lazábban kivitelezni. Szépen fölugrunk, vagy éppen föllépünk a zsámolyra, óvatosan egyik-másik lábunk. Ha még nem tudunk teljes fekvőtámaszt, semmi baj, kicsit harcoljunk magunkkal, próbáljunk meg, hogyha 2 centi, ezt is próbáljuk meg fokozatosan felépíteni. Mindig szoktam mondani, hogy a munka nem hazudik, ezekhez a feladatokhoz semmilyen tehetség nem kell, csak munka, alázat, és azt higgyétek el nekem, hogy nem is hónapok után, hanem pár hét alatt vissza fog köszönni. Oké, tudjuk még tovább egyszerűsíteni a gyakorlatot, úgynevezett könnyített fekvőtámasszal, csuklóval egy vonalban térdünket letesszük, és így egy fekvő, utána ugyanúgy átlépés, teljesen saját tempóba, senki nem állott a hátatok mögött is, korbáccsal üti a hátatokat, jó? Az a lényeg, arra kérnélek titeket, hogy legyetek kitartóak. Mai epizódunk utolsó feladata úgy fog kinézni, Luki, lepattansz, egy fekvőtámasz, hátradobod a két lábadat, visszapattansz, és egyenes háttal nyújtott kézzel kiemeled. Férfiaknak ajánlott, hogy nyújtott kézzel csinálják, az se baj, ha még nem megy. Én a kedves hölgy vendégeimmel úgy szoktam eleinte csináltatni, mert nyilván nem könnyű megtartani a zsámolyt kézből, hogy egy az, hogy lepattanunk, egyik-másik lábunkat hátra helyezzük, szép lassan, csinálunk egy fekvőtámaszt,
Ismétlem még egyszer, semmi baj, hogyha nem tudunk lemenni. Ne adjuk föl, kicsit harcoljunk a saját testsúlyunkkal. És a fekvőtámasz után a kiemelést, azt tanácsom, hogy csináljuk hajlított kézzel az elején. Azaz, tökéletes. Ha esetleg még mindig tanakodtak, hogy vajon hogyan is fogjunk bele, hogyan is kezdjük el ezeket a gyakorlatokat, ne habozzatok, nyugodtan, privátban, Nagy Lukács személyedző, vagy én a saját fitness oldalamon nagyon szívesen segítünk, illetve itt lent láthatjátok Instagram elérhetőségünket is. Jó, köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten találkozunk. Sziasztok! Hello!